Új matracok kerültek a szekszárdi kórházban arra az osztályra, ahol a hosszú ideig itt fekvő kismamák ellátását végzik. Az adományok a 7100 a Városod Alapítvány jóvoltából jutottak a kórházhoz, akik egy jótékonysági rendezvény bevételét fordították a beszerzésre. Az eladott jegyek egy részéből, illetve a befolyt adományokból tudtunk venni 7 speciális matracot a szexuális szülészet nőgyógyászati osztályának. Különösen hosszú távon benfekvő betegeknek lesz ez. Jó ikerkereseknek, akik heteket, hónapokat esetleg itt vannak benne az osztályon, vagy terhes patológiai más, magas vérnyomásos, toxémiás és egyéb kismamákat kedvezően fog befolyásolni az itt tartózkodásban. Répási István főorvos arra is kitért, ezek a matracok sokat segítenek az ápolásban. Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató helyettes arról szólt, a felszerelések nagyban hozzájárulnak a felfekvések megelőzéséhez. Ezek olyan speciális felfekvést megelőző kényelmi matracok, amelyek memória hapszivacs betéttel ellátottak, illetve a külső burkolata, maga a matracvédőhúzat, az nem ereszti át a folyadékot, vizet, szellőzik, tehát egy nagyon kényelmes pihenést biztosít a rajta hosszan fekvő páciensek számára. A 7100 a Városod Alapítvány és a kórház szülészeti osztályának kapcsolata ezzel nem ért véget, jelentette be a civil szervezet elnöke. A jövőben folytatódnak a mostanihoz hasonló jótékonysági kezdeményezések.